Tisztelettel köszöntök mindenkit a Békebeli Otthonok című kiállításunk megnyitóján. A Kézdivásárhelyi Széttörténeti Múzeum 2007-től tudatosan gyűjti és dolgozza fel a város polgári emlékeit. Szándékunk széles körben ismertté tenni annak érdekében, hogy minél több tárgyi emlék maradjon az utókor számára. Az Abolai Csángó Néprajzi Múzeummal közösen szervezett jelen kiállításunk a 19-20. Század fordulójának felsőháromszéki polgári lakáskultúrájából és használati tárgyaiból nyújt ízelítőt. 19. század első felének lakáskultúráját meghatározó Empír és Biedermeier után több új stílusirányzat alakult ki, sokszor egymás mellett éltek a historizáló neostílusok, a szecesszió, majd az Art Deco. Az általunk kiállított butorok jelentős része historizáló stílusú. A szalongarnitúra, az ebédlő és az egyik hálószoba ónémet stílusú. A tekintélyt sugalló butorok a műveltséget, gazdagságot pompát sejtető kiegészítőkkel, használati tárgyakkal együtt elsősorban a társas érintkezés színhelyén, a szalonban és az ebédlőben a háziak tekintélyét, státusát hangsúlyozták, közvetítették a vendégek számára. A 19. század végén igen elterjedt volt ez a butortípus, mivel a polgári középosztály is megvásárolhatta. A fehér hálószoba butor késői rokokó utánzat 1920-ból. Könnyed, elegáns formái az intim szféra kényelmét, lakályosságát növelik. A kiállított butor Szegedi László brassói kereskedő tulajdona volt, és Szőcsemesének köszönhetően került be a kiállításba. A kiállított ónémet butorok az Abolai Csángó Néprajzi Múzeum tulajdonát alkotják, és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával vásároltuk meg ebben az évben. Hajdanán Barta László és Barta Lászlóné Bagoly Margit tanítóházaspár pávai lakását díszítették. Tisztelettel köszöntöm dr. Pozsony Ferenc néprajzkutatót, az Abolai Csángó Néprajzi Múzeum alapítóját, és felkérem, hogy nyissa meg a kiállítást. Köszönöm a szót, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim, kedves rokonok. Hát tényleg a mai nap különleges jelentőséggel bír számomra, számunkra, hiszen egy olyan otthonos világot próbáltunk megszervezni, bemutatni, ami volt a kép háromszék és kézivásárhely történeteinek egy nagyon jellegzetes időszaka, kulturális világa. A kiállítás Békebeli Otthonok címet viseli, és voltaképpen az 1867-1918-1920 közötti polgári kultúrának, polgári értékszemléletnek, polgári világszemléletnek a hangulatát sugallja, közvetíti. Az elmúlt évtizedben a kolozsvári tanszékünk, társaságunk házatáján egy olyan kutatási programot indítottunk itt háromszéken, és főleg annak orbai széki felén, azon belül Zabolán, Páván, amely voltaképp azt az elveszettnek hit kultúrát, világot, Békebeli világot próbálja számunkra visszahozni, láthatóvá, tapinthatóvá tenni. Ennek a több mint 10 éves kutatási programnak, tehát az egyik eredménye ez a mai kiállítás. Ezek a bútorok mind kézivásárhelyhez kötődnek, hiszen a legtöbbüket itt készítették helyben, kiváló műbútor asztalosok, kiváló polgári embereknek. A 19. század végén tehát itt egy pezsgő polgári fejlődés bontakozott ki, és kézivásárhelynek nagyon jelentős hatása volt környékére. Elsősorban értelmiségiek, lelkészek, tanítók, néptanítók, valamint földesurak közvetítették a kézivásárhelyen vagy nagyobb városokban látott polgári kultúrát, és így a század végén, 19. század végén háromszéken nagyon gyors polgárosulás zajlott le, és ennek a polgári rosulásnak a tapintható része elsősorban az otthonok világában ragadható meg. Bartók és Kodály, amikor bő 100 évvel ezelőtt azt tervezte, hogy Székelyföldön is alapkutatásokat végez, messze évben kikerült a háromszéket,
csak a szomszédos Kászonban gyűjtöttek, fordultak meg, hiszen már akkor eljutott hozzájuk az, hogy voltak éppen klasszikus értelemben vett népi kultúrát itt Háromszéken nem lehet találni. Nincsenek olyan archaikus hangszerek, táncok, zenés, folklór, népszokások, mint a magyar nyelvület eldugottabb, különlegesebb, sajátosabb vidékein. Hisz már akkor itt nem csak Kézivásár, hanem környékén is a hajdani földműves lakások tere széttagolódott, míg a 19. század közepéig egy háromszéki gazda családnak az élete nagyjából egy lakótérben zajlott, tehát egy nagy szobában, ahogy nálunk nevezték, a házban zajlott, és talán még volt mellette egy kisebb konyha, kisebb helyiség. A század második felében különböző életfunkciók mentén megjelent a hálószoba, megjelent az ebédlő, megjelent a vendégfogadásra, megjelent az írásra, olvasásra szakosodott lakásrész. Tehát széttagolódik a hajdani falusi otthonnak a belső tere, és úgy gondolom ez a kiállítás is valahol ezt tükrözi, ahogy nem csak városi polgári, hanem falusi értelmiségiek hatására megkezdődik a gazdacsaládok lakásának is a polgárosodása. Úgy érzem befejezésképpen, hogy vissza kell tekintenünk, és valahol a folyamatosságát ennek a polgári világnak, értékrendnek meg kell teremtenünk. Végezetül engedjék meg, hogy én is megköszönjem mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy most ez a kiállítás itt álljon. Elsősorban a műtárgyakat kölcsönzőknek szeretném a nevét megemlíteni. Szőcs Emesének a neve elhangzott. Külön köszönöm, hogy most is, mint ahogy a viselettörténeti kiállításunk kapcsán, nagyon sok olyan tárgyal egészítette ki az amúgy általa átengedett butrokat, ami élővé teszi a kiállítást, tehát nélküle ma ez a kiállítás nem lehetne ilyen. Köszönöm Johann Tájerlinger úrnak, ő is itt van körünkben, ugyanis időközben a fehér hálószobabutor gazdára talált, a szőcsemes örökségét családon belül sikerült, úgymond házon belül tartani. Johann Tájerlinger úr viszont átengedte nekünk a kiállítás végéig a kiállítást, a butrokat, tehát ezért itt látható, és hát nem valószínű, hogy vándorolni fognak a nagyságukat tekintve elsősorban, de ezek, mint említettük, tulajdonosokkal rendelkeznek, és köszönjük nekik. Köszönöm ugyanakkor Rót András Lajosnak, Nagy Éva néninek, Farkas Gábornak, Vetró András tanár úrnak, Szőke Lászlónak, az Abolai Prómúzeum Egyesületnek, a Csernátoni Haszman Pál Múzeumnak, a Kézivásárhelyi Református Egyháznak és a Kézivásárhelyi Múzeumbarátok Egyesületének, ahonnan, ha nem is nagy számban, de nagyon fontos tárgyak kerültek be a kiállításra. A február 26-áig látható a kiállítás, és valószínűleg, hát már majdnem mondhatjuk 100%-osra, hogy február 25-én szombaton lesz az a záró kiállítás ünnepség, ami majd remélhetőleg ugyanúgy ide vonzza az érdeklődőket. Még egyszer köszönöm, hogy vasárnap déljüket ránk áldozták, és vigyék Hilét a kiállításra. Köszönöm szépen!